Köszönöm szépen, 1-1-ről folytatódik tehát a találkozó. A csapatok már nagyjából kiérkeztek, pár játékos van még csupán, aki az utolsó taktikai utasításokat kapja. Itt Barczi Dávid, a Diós Győriek gólszerzője. A vendégeknél pedig tévesen mondtam, és emiatt elnézést kérek, nem Sziperrász rúgta a szabadrugás volt, hanem Bisszi volt eredményes. Ő azok közé, az idegen légiósok közé tartozik, akikről az első félidőben már beszéltem. Brazíliában született Mateus Bisszi da Silva, egészen pontosan a neve, de csak Bisszi művész néven futballozik. És ez a 15. mérkőzése a Birkirkarában, és a 6. gólja. Emellett pedig egy gólpassza is van. Az utolsó játékos is megérkezett. Ebben a pillanatban pedig elkezdődik a második játékrész. Diósgyőr, Birkirkara FC tehát 1-1. Innen kell folytatniuk a csapatoknak, és hát lehetőség szerint remélhetőleg innen szerzi majd meg a vezetést újból a magyar csapat. Hát a hosszúra Huszic. Jól tudott tisztázni. És aztán Elek Ákos is még föl a levegőbe. Az pedig egy nagyon-nagyon csúnya künyökölés volt. Gosztonyi maradt lent. És egy újabb sárga lap. A második. Sőt, piros, hiszen Bisszinek már volt egy sárga kártyája, és most a második sárga lapjával kiállítja az andorrai játékvezető a találkozó 46. percében. Itt van Bisszi, ahogy oda könyökölt Gosztonyinak. Gosztonyi ment föl magasabbra, Bisszi így próbált kompenzálni. Rosszádosz játékvezető nem teketóriázott. Kiállt át a máltai gólszerző rögtön a második félidő legelején, és ez alapvetően átírhatja majd a második játékrész történéseit. A meccs előtt is hangsúlyozta Szivics Tomislav, hogy csak és kizárólag a győzelemmel lenne elégedett, de azt gondolom, hogy így gyakorlatilag egy egész félidőt emberelőnyben játszhat a Diósgyőr. Nem lehet kérdés a taktika, és nem lehet kérdés adott esetben majd a végeredmény. De hát ne legyenek illúzióink, azért ez a máltai csapat most szépen be fog majd állni valószínűleg, és 10 emberrel fog védekezni. Egyelőre azonban labdát szereznek. Moreno teszi át a Murciának. Elek szerzi meg a labdát. Elek egyedül. Barczi, nincs les. És ez pedig is szöglet. Muszkát melléről pattant ki a labda. Elvégzi közben a kis szögletet. Gosztonyi. Ez pedig így egy újabb sarokrugás. A 48. percben Gosztonyi szöglete, élesen középre, Bacsa nem tudott beleérni, de marad a labda a Diósgyőrnél. Gosztonyi ismételhet, Barczi, Barczi teker, Murcia, és nem jön ki róla. Grumic pedig ott volt nagyon-nagyon közel a Birkirkara kapusához. Barczi szépen megnézte, tekerte, nem tudta sajnos eléggé sarokra rugni, és nem jött ki Murciáról. Bacsa. Okukát egyszer visszahúzták, akkor még nem került a földre, csak utána sárgalapot reklamált, de elény szabályt ítél a játékvezető. Barczi.
Puszić, nem jó a visszatett labda. Barci azonban begyűjtheti, és azonnal rögtön a kiállítás után egyből csak a Máltai térfélen a labda. Megint Barci. Jó volt az elgondolás, de pontatlan a megvalósítás. Puszić nem tudott szerelni. És Morénóhoz kerül vissza a labda. A Birkirkara egyébként 1997 óta folyamatosan résztvevője a nemzetközi kupaküzdelmeknek. De azóta csak két sikeres párharcuk volt, 2001-ben az első, a második pedig 2007-ben. Legutóbbi győzelmüket még 4 éve, 2010-ben aratták az andorrai FC Santa Coloma ellen. Barci maradt lenn közben, mert nagyon csúnyán rácsúsztak. Barci visszateszi, és nyújtott lábbal hátulról. Sibérrasz volt az. Barcit egy picit ápolni is kell. Cserepadon egyébként a támadó jellegű játékosok között például ott van Bori Gábor, akit ugye Paksról igazoltak. Vélhetően ő 20-25-30 percet kapni fog majd Sivics mestertől. Még 4-5 játékos terveznek egyébként igazolni. A Nemzeti Sport információi szerint Tarmo Kink lehet az egyik olyan, úgymond kész futballista, aki azonnal bármikor bevethető majd a BVTK csapatában. Elek szépen tartja meg. Sibérrasz tette tovább. És valóban elkésett Gosztonyi. A Sibérrasz megcsinálja a cselt és a bal bokájára. Odarúgott Gosztonyi. Muszkát. A harmadik perc óta nem veszélyeztetett, sem fejjel, sem lábbal. Ez magas láb volt szerintem. A játékvezető végül is előnyszabályt ítél. Nikházi. Gosztonyi. Elindul befelé Gosztonyi. Inkább visszaveszi. Barci a szélen várja. Gosztonyi, abból el lehet indulni. Egyel többet tol talán, mint kellett volna. Nikházi teker. Felső léc. Grumics. És most nem sikerült gyorsan visszatámadni, de eladják a labdát megint a máltaiak. Barci. Les. Itt van még egyszer, valóban egy hajszállal talán Barci előrébb állt. Ez pedig az előző Gosztonyi addig forog, amíg leteszi Nikházinak. Gyönyörű tekerés, csapódik lefelé a labda. De a felső lécről végül is kifelé jött. De most már ebben a tekintetben is egyenlő az állás. Rádoshoz kerül hátra a labda. Ismét rákezd a hazai közönség itt Debrecenben. Diós György pedig értelemszerűen tartja a labdát, nyilván egyel többen vannak.
úgyhogy ez talán el is várható tőlük. A Birkirkarának egyébként a legutóbbi olyan nemzetközi mérkőzése, amely nem vereséggel végződött az ő szempontjukból, az 3 éve volt, 2011. július 7-én az Albán Vlasznia ellen egy 1-1-es döntetlent értek el, azonban ettől függetlenül kiestek, mivel idegenben 1-0-ra kikaptak az albánoktól. Nikázi! Be tud-e fordulni megint Nikázi? Ez most elkerüli a kaput. Megjött a lövőkedve Nikházinak. De ez most jócskán fölé. Cserélni fognak majd a miskolciak, a Gosztonyi helyére érkezik valóban, tehát Bori Gábor, pedig nem a diósgyőrieknél, pedig nem beszéltem össze Szibics mesterrel. Barci. Elek, át lehet forgatni a bal oldalra, meg is teszi Kádár. Gosztonyi. Gosztonyi el! Keresztbe, nem talált kaput. És érkező sem volt. És itt van tehát a csere. Gosztonyi helyét tehát az a Bori Gábor foglalja el, aki a 4 diósgyőri igazolás egyike. 30 esztendős Bori, 18 évesen debütált az NB1-ben, az MTK színeiben. A kékfehéreknél összesen 232 tétmérkőzésen lépett pályára, 5,5 szezonon keresztül. Játszott egyébként az angol másodosztályban is, a Leicester City-ben 6 mérkőzésen, és hát nem idegenek ők Szivicssel egymásnak, hiszen amikor Szivics Kecskeméten volt edző, akkor Bori is ott játszott nála. Az előző szezonban pedig 27 mérkőzésen nem talált a kapuba Pakson, de 6 gólt azt azért kiosztott. Moreno hátra Murciának. Bacsa eljut az hozzá. Bacsa nem lassú, el tud menni. Nincs szabálytalanság. Ez pedig egy ragyogó csel volt Sziberrasztól. Bacsa továbbra is lent. Barci mutatja, hogy adápolják a társat. Itt van, ahogy Pacsa elmenne, aztán lehet, hogy összeakadt a lábuk, is rosszul lépett egyébként, mert igazság szerint annyira nem tűnt szabálytalannak. Okuka. 99 NB1-es meccset játszott Kaposváron, majd az első bajnokin, ha kezdő lesz, Diósgyőrben az lehet értelemszerűen a 100. Nikházi, szép pördítés, Elek. Az újonnan beállt Bori első labdaérintései, Nikházihoz passzol, Grumics nem tudta tovább tenni Bacsának. Ebből pedig most Herrera indul, de feleslegesen, mert 2 piros mezes védő mellett még Rados is ott volt a kapuban. Elek. Át a jobb oldalra. Okuka. Elek a védelem előtt játszik, egyfelől, mint szűrőjátékos, de azok közé, a futballisták közé tartozik, akiknek mozgatnia kell a társakat. Ez még Nikházi esett össze, de azért nem jár szabadrugás. Murcia pedig, ahogy tette azt az első félidő közepén, most is természetesen ember hátrányban húzza az időt.
Szikluna volt látható egy pillanatra. Ryan Szikluna, ő érkezik majd a vendégekhez. Méghozzá Ryan Kamenzuli. Ő jön majd le. Barci. Elek. Szépen körbejáratják, körbeadogatják, nyilván egy stabil védelem ellen. Most nagyobb van más választásuk. Ugye ilyenkor szokták mondani, hogy átlövésekkel lehetne majd próbálkozni. Úgyhogy is Nikházi is ezt tette. Akkor a felső lécen csattant a lövése. És akkor itt van tehát a csere. Ryan Kamenzuli helyett érkezik. Szintén Ryan, de Szikluna. Kamenzuli támadó középpályásként szerepelt a találkozón. Szikluna azért nála defenzívebb, védekező típusú futballista természetesen. Diós Győri bedobás. Grumics meg tudja csúsztatni a beállt ellenfelének. Erről ezzel nem ért egyet. Elhozhatja a labdát. Grumics. Bacsa. Ez hosszúnak tűnik. Puszics azonban kiharcolt egy bedobást, mondom én, de ez szerint beleért ő is. A 2002-2013-as szezonban a Birkirkara nyerte a máltai bajnokságot, akkor a BL második selejtező körében Maribor ellen játszottak, de a hazai 0-0 után idegenben 2-0-ra kikaptak, úgyhogy tavaly csak egy kört mentek. Ezt is ugye nyilván úgy, hogy alapból ott kezdtek. Zerápá. Ó, egy láb mögötti paszt próbált bemutatni az egyik máltai. Amilyen szerencséje van, még vissza is pattant hozzá. Hát ez elég mókás jelenet volt. Murcia. Kádár. Közben már lest int az asszisztens. Bella volt sem. Nikázi hozhatja a labdát. 63. percben járunk továbbra, és 1-1 a Diós György Birkirkara találkozó állása. A DVTK gyakorlatilag az egész második félidőben ember előnyben. Itt pedig vasalábára léptek rá. Puszics. Nincs les, Bacsa. Fejbe rúgta ellenfelét, nagyon keményen ráadásul. Muszkátot. Boxban talán egy felütésnek felelt volna meg. Itt van. Uff. De Muszkát jól van. Diós Győri szöglet, Barci Dávid a labda mögött. Nem volt jó, Bori azonban begyűjtheti. Vissza a bal oldalra. Puszics, ez gyenge. Elek Ákos becsúszva szerelt, de szép volt.
megint Husic. Bacsa, rövidnek tűnt, de már talpon ő is, Barci. Bacsa a felé, Bacsa, tud előni, Bacsa, szöglet. Remekül ért vele vissza erre rá. Emiatt jött az újabb diósgyőri sarokrugás. 65. perc, a labda mögött Bori. Középen pedig 4 hazai játékos. Ez Kurciáé. Ki ráfekszik a labdára a 65. percben. Egészen elképesztő, nem tudom, hogy Rosados találkozó játékvezetője meddig fogja ezt tűrni. Ritkán látható jelenet volt. Most vigyázni kell, mert egy az egyben becsapja ellenfelét, ráadásul a máltai Vella. Ez pedig elkerüli a kaput. Vella csúnyán beforgatta az előbb Husicot. Kellene egy kis ritmus és sebességváltás a Diósgyőrtől. Itt az utóbbi 5-8 percben picit, mintha visszább vettek volna, vagy egyszerűen csak nem tudnak mit kezdeni a máltaiakkal, de talán most. Ó, és így lett veszélyes! Hát ha ez kell, akkor rúgjuk a máltaiakra a labdát. Barci tette meg, és Murciának kellett vetődnie. Barci fölnéz, és egészen kiváló volt ez a lövés. Bori! Murcia, megint az övé. Most 2 percen belül a második olyan szöglet volt, hogy Murcia lehúzhatta a labdát. Herrera. Előnyszabály. Grumic felé az indítás. Grumic. Egyszerűen nem jut el Grumichoz megfelelő átadás. És még cserél majd a DVTK. Husic hagyja el a pályát, és Marjanovic érkezik majd a helyére. Husicot forgatták be az előbb, most pedig némi tanástalanság a Diósgyőr középpályáján. Ki kellene lépni, de nem így. Teljesen jogos a szabadrugás. Nikházi késet, vagy 3 ütemet. Dellával szemben. Lejön tehát Senad Husic, és Lazar Marjanovic érkezik a helyére, aki Rados mellett az a futballista, akivel a nyáron szerződést hosszabbított a Diósgyőr. Elég jó pozícióból rúghat szabadrugást a Birkirkara. Az egyenlítő találatuk ennél talán valamivel hátrébb volt. De hát mivel az beakadt, érdemes lesz most még jobban figyelni. Sorfalba beáll ugyanakkor 2 máltai is, ebből van a vita, no meg abból, hogy nincs spré, és folyamatosan jön előre a Diósgyőri sorfal. 68. perc. A labda mögött Vukanács. Vukanács. Rados nem merte fogni, talán benne volt még a kapott gólja, és inkább kiöklözte. Nem ment annyira sarokra, de léc alá tartott. Hát azt nem mondom, hogy elsietik a máltaiak a szögletrugást, ez sem. Lesz a kiszöglet, erre rá kérte el, nem lesz. Kiszöglet után jöhet egy újabb sarokrugás, ezúttal a másik oldalról.
erre rakocok ki. Sziklú nem mozgott most oda, de ezúttal is csak egy védőt vitt el, Nikház itt ez esetben. Erre rá. Radosnak kéne jönnie, bent marad Rados! Másfél méterre a kapujától fejeltek a máltaiak, és amíg ő veszekszik a társaival, lássuk csak, Kádár fejelt. Kellett végül is a mentés. De ez most már a sorozatban a harmadik máltai szöglet. És megint Kádár csúsztat, majd két kézzel lök egyet a máltai támadón. 70. percben járunk, és az utóbbi 2-3 percben a Diósgyőri térfélen pattog a labda. Ez annyira nem jó jel. Rados koncentrált feszülten. Szép labdaszerzés. Ki a jobb oldalra. Még a visszacsel is belefér, sőt a lövés Murcia! Helyén kellett, hogy legyen megint. A csereként beállt Marjanovic, jobbról visszatette a bal lábára, eltekeri a labdát a középre. Elek. 26-szoros válogatott Elek. Bori átkeveredett a bal oldalra. Bori jól húzza meg. Szöglet. Muszkát blokkolt megint. Muszkát jól játszik. Máltaiak jobb hátvédje. Bori bemutatja a figurát, egy hármast mutatott a rövidre, Kádár! Elek, ez a kezére pattant, nyúlt érte a felső testével. Tehát ahogy a VB-n Hulk gólját sem adták meg, ugye ezt is szabálytalannak látták. Jogos. Kéz kereste a labdát, ugye, hogy szokták mondani. Rilla harcolt ki szabadrugást. Kádár nagyon-nagyon csúválja a fejét, gyakorlatilag az elmúlt 6 percben ezt teszi. Egyszer még egy Máltait is felöklelt. Ideges. Ez Radosé kell, hogy legyen, így van. No, és akkor ebből lehetne indulni, ne felejtsük el azért, ha esetleg valaki most kapcsolt volna csak ide, hogy ember előnyben játszik a Diósgyőr, és bár ez a labda birtoklásban biztosan meglátszik, statisztikai adatról beszélek, de Nikházi felső lécét leszámítva nem volt igazán komoly lehetősége a második félidőben a magyar együttesnek. Grumic tud a politani, Grumic! Mit szedett ki Murcia? Óriási Grumic fejes! Gyönyörűen megy föl, sarokra tart a labda, és új hegyjel Murcia. Okuka beadása után. Óriási bravúr! De hát erről beszéltem, 73 percet kellett arra várni, hogy Grumic kapjon egy használható labdát. Egyből helyzet volt belőle, miközben Sibérez, hát begörcsölt. Nikházi lenyújtja. Ilyen ez a máltai-magyar barátság. Rohannak az orvosok, óriási baj lehet. Még egyszer az előző jelenet. Grumic fölmegy. És Murcia, ki tudja, hogy de véd.
cserélnek a máltaiak. Sziberász, aki az előtte görcsölt. Le is jön. A helyén pedig Edmond Ajus. Ő egy új igazolás, most érkezett a Birkirkara csapatához. Játékvezetői labdával folytatódik a találkozó, és a máltaiak nem túl sportszerűen nem adják vissza a labdát. Hát ez hihetetlen! Csak nehogy kiállítás legyen a vége, mert az senkinek sem lenne jó, nyilván nekünk. Talán egy pofon is elrepült ott, vissza kell fogni az egyik máltait. Zerefát. De hát ez nagyon-nagyon nem volt szép jelenet. Mindenki a pálya közepén. Hát érzésem szerint a Birkirkarának vissza kellett volna adni a labdát. Ehhez képest ezt nem, hogy nem tették meg, hanem támadást akartak vezetni egyből. Rosszádosz játékvezetőnek kell kicsit lehűteni a kedélyeket. És reméljük, hogy ezt majd a végén beleszámítja. Zerefának pedig kioszt egy sárga lapot. Ő volt az, aki talán a legnagyobb hívvel betette bele magát ebbe a kis pár másodperces ütközetbe. Itt van Nikházi, lefordulna, és aztán egyszer nem engedi. Majd Vella nem, hogy nem engedi, hanem még belebonyolódik két cselbe. Aztán mondjuk nem teszi zsebre, amit kapott. Tény és való, hogy eléggé fölrúgták. És Okuka is besárgult ezzel. Ki kellene lépni, Rados! Elkerülte a kaput ez a lövés. Váratlan volt, hogy Muszkát rászúrta jobb külsővel. No, a kis intermezzo után folytatódott a találkozó, belül vagyunk már az utolsó negyed órán. Továbbra is 1-1 az állás. 10 emberrel a Birkirkara, és a Diósgyőr egyelőre nem tud mit kezdeni ezzel a 10 emberrel. És a Rosszádosz játékvezetőnek az ítéletei, hát finoman szólva is megosztják a negyerdei stadionban jelenlévőket. Mindenki reklamál az elmúlt két percben, pedig higgadtnak kellene maradni. Nikházi, Bacsa, pontosan egy hónapja ünnepelte a születésnapját. Jó lenne egy gól. Grumics, nem jut el most hozzá a labda. Marjanovićhoz sem. És megint a máltaiak jöhetnek. Bori volt ezúttal szabálytalan. Elek is gyötörte már, de hát Bori lábban is egy picit kézzel is oda suhintott. Murciához kerül hátra a labda, aki egyelőre egy hatalmas védéssel meccsben tartja a Birkirkara FC-t. Bacsa. 22. születésnapját ünnepelte egyébként egy hónapja. Szépen húzza meg Bacsa. Szöglet. Az előző szezonban futás mögött ő volt a Diósgyőr második legeredményesebb játékosa. 8 bajnoki gólt lőtt. És 3 gólt ezt is adott. Egyébként ez pedig a 90. felnőtt találkozója. Murcia jön, és
lehúzza megint. Ezek a szögletek valahogy egyelőre nem működnek a DVTK-nál. Šivić tud-e még esetleg valamit kitalálni? Nikházi. Kuka. Hát a bal oldalra Bori, ugye jobb lábas, ezért cselezett befelé. Elek, pontatlan. 10 perc van hátra még a rendes játékidőből. Hát gólt kapott a Diósgyőr, ezt ugye szerette volna elkerülni mindenképpen, de kettővel még nyerhet. Persze jelenállás szerint az egygólos győzelem neki is biztosan nagyon lehetne örülni. Zuga, harcoljatok, harcoljatok, és valóban meg kellene próbálni egy gólt mindenképpen begyötörni. Bori. Ez a csel jó. Bacsa. Bacsa. Szöglet. Szögletnek kellene, hogy következzen szerintem. Rosszádosz azonban kirúgást jelez. Itt van, ahogy Bacsa még ballal beteszi. Hát és a blokkról talán valóban rápattant vissza a labda. Egy újabb máltai csere. Vella helyén Rafael Ledesma, akit hát nagyon beharangoztak a máltaiak. Az esetleges kulcsjátékosuk lehet majd ebben a szezonban. 31 esztendős brazil futballistáról van szó, természetesen nem azonos a Lációban szereplő Krisztián Ledesmával. A ciprusi Etnikosz gárdájától jött, ahol 2 gólt szerzett az előző szezonban. Nikházi. Marjanovic. Grumic felé, ez neki nem jó, talán Bori még beéri. Bori, nem. Hát könnyen lehet, hogy 2011. július 7-e után ismét döntetlen szerez a Birkirkar a nemzetközi kupa mérkőzésen, és nem kap ki. Alig több mint 7 perc van még hátra a rendes játékidőből. Álves. Kádár, hátul passzolgatnak a miskolciak. Bacsához kerül a labda. Be tudja ezt még épp futni, Bacsa. Felszabadítanak, Kádárnak kell jönnie. Bori. Vissza Kádárhoz. Egy picit talán nagyobb fokozatba kellene kapcsolni. 10 emberrel a Birkirkar a Nikházi. Grumic felé a csúsztatás nem jó. Muszia pedig gyakorlatilag fogadni lehetne rá, hogy ami felé pattan labda, arra ő, ha kell, ha nem ráfekszik. Zamit pedig egyelőre a vendégek mestere. Azt hiszem, hogy ezzel az 1-1-jel főleg meccs krónikáját tekintve elégedett lehet. Jó lenne közbeavatkozni. Rados. Egyébként csak összehasonlításképpen a Kelen a Fradi ellen szereplő Sliema Wanderers ellen a Birkirkara FC
a bajnokságban ősszel 1-1-et játszott, míg tavasszal hazai pályán 6-0-ra legyőzte Szlémát. Barci. Bacsa. Megkaptam tőle. Bosszantó hibák ezek. De visszaszerzi a Diós Győr. Grumic. Kérni és visszanikázítól, picit elvette tőle. Marjanovic. Ez pedig így róla pattan ki. És kirúgás. Miközben egy újabb Mátai a földön. Murcia kirúgásával folytatódik a találkozó. Ledesmá. Teljesen üresen a Mátai, kellene egy blokk vagy egy védés. Oly, de nagyon kellett ez a közbeavatkozás. Kádár volt az, de elveszíti a labdát a Diós Győr. Ez pedig így fölé. A csereként beállt Ajus. Csúnyán elkerült a lövése. A hazai kaput. Nikházi birkózik, de nem volt előnyös pozícióban. Még egyszer az előző helyzet, inkább lehetőség. Az volt a szerencse, hogy Ajus visszacselt csinál. Talán ha első szándékból elrúgja, nagyobb galibát okozhatott volna. A miskolci drukkereken semmi sem múlik. Bíztatják a csapatot az egész találkozón. Már csak a győzelem kellene. Barci. Elekhez kerül a labda. Bori. Szabálytalankodtak vele szemben, de előnyszabályt ítélt a játékvezető. Viszont majdnem így veszítette el a labdát Bori. Álves. Marjanovic kéri el. És aztán teszi ki Okukának. Picit csínbe kapta Okuka. És aztán a máltaiak jöhetnek. És talán Okuka is megörcsölt egy picit. Egy Nikházi felső léc és egy Grumic fejes, ez a második félidő termése. Nincs azonban újabb DVTK gól, és jelenállás szerint 1-1. De végeznek majd a felek, de hát van még hátra 2,5 perc a rendes játékidőből. Barci. Valakinek kellene egy kicsit többet vállalnia, mikor, hanem most hazai pályán, még hogyha nem is a Diósgyőri arénában, 10 ember ellen. Bacsa. Fennakadt. Erre rá szerelt, és aztán Muszkát rúgta el. Hát nyilván a máltaiak most már amerre állnak, arra fogják rúgni majd a labdát. Barci. Kelek ki oldalra. Bori. Picit rövid neki a labda, de Bori megszerzi. Bori. Beleléptek a lövésével. Elek. Üres a jobb oldal, Barci inkább középre ível, Murcia jön, Les. Pedig ez most egy nagyon jó elgondolás volt, de úgy tűnik, hogy Lesen volt már talán Grumic vagy Nikházi, és hát Murcia pedig természetesen lent marad. Nyilván kell a segítség is. Igen.
Marjanovic volt az, aki lesen volt. És aztán Nikházival ütközött Urszijek kapus, aki a jobb térdét fájlalja. Grumic megbeszéltek közben a játékvezetővel, hogy reméli beleszámítja ezt a hosszabbításba. Amely 4 perc lesz egyébként. Itt van még egyszer Parci labdája, és aztán Urszijek rámegy Marjanovicra. Nem lehet elégedett Civic, azt gondolom, nem ilyen kezdéssel álmodott. Hát mondta, hogy nem lesz egyszerű a találkozó, de azért azt is kifejtette közvetlenül a sorsolás után. A Nemzeti Sportnak is elmondta többek között, meg a Diósgyőr honlapjának is, hogy azok közül a csapatok közül, akiket kaphatott a DVTK, első helyen a Birkirkara FC együttese állt. Hát ehhez képest 45 perc alatt, úgyhogy ember előnyben játszottak, nem sikerült megszerezni még a győztes gólt, és hát ez könnyű majd a visszavágó, most már bárhogy is alakuljék, és nem dönti el egy mérkőzés alatt a párharcot. A Diósgyőr pedig ebben is reménykedtek sokan. Közben egy kis módosítás, elképzelhető, hogy Murcia viselkedése miatt, de 4-5-re emelte a játékvezető, ennyi lesz tehát a hosszabbítás. Barci! Be lehet tenni középre, Barci! Ha kimegy így szöglet, így viszont Barci rossz megoldás választott, mert nem tudott igazából beállni a labdának, Muszkát pedig csak egy lehelletnyit, de annyit taszajtott Barcin, hogy így a diósgyőri futballistáról került ki az oldalvonalon túlra a labda. Bori. Barci, ez sem jó. Kádár. Álves. Elek forgolódik, de háttal a kapunak. Pontatlan Barcitól az elmúlt 5 percben ez volt a harmadik eladott labdája. Most viszont szépen gyűjtötte be. Elek. Üres a bal oldal és a jobb oldal is. És a játékvezető blokkol. Rosados. A meccs előtt Simics Tobislav félig viccesen megegyezte, mikor kérdeztük, hogy milyen a kedély állapota, azt mondta, hogy hát Andorrai a játékvezető, szerintetek milyen? Már most is ideges vagyok. És hát Rosados sarokkal megakadályozta a Diósgyőr támadását. Nikházi. Bacsa, ezzel be lehet fordulni. Egy jó cseh kéne. Bacsa! Bacsa! Gól! A 93. percben ki tudja, hogy, de megszerzi a véletlen győztes gólt a Diósgyőr. Egy kupacban a DVTK és a padlón a máltai Birkirkara FC. Hát senki nem gondolta volna, hogy így lehet örülni egy gólnak a hosszabbításban, de hát így lehet örülni. Na nézzük, itt van még egyszer, ez jó passz, Bacsa átveszi egyszer-kétszer, és aztán, hát nem vagyok benne biztos, hogy ezt ő rúgta. Több játékos, talán Muszkát lábáról perdült végül is be a hálóba, mert Bacsa lendít. És aztán igen, szerintem ez Muszkát öngólja. Nikházi indítása, a gólpassza után még egy gólpasszt ad, ha úgy tetszik. És közben megint támadásban a Diósgyőr. Na, legalább a győzelem megvan. Valószínűleg nem akarok persze semmit elkiabálni. Bori beadása a 94. percben, teljesen üresen a hosszú Marjanovic. Murcia azonban kiejti a labdát, és nincs ott diósgyőri támadó, pedig nem először tette ezt a mérkőzésen. Bori megmenti még, és erre lehet sprintelni. Ra
Ákoshoz kerül hátra a labda. Kádár, és hát akkor ezzel úgy tűnik, hogy végül is előnnyel lehet majd Máltára utazni. Fenek, kihozta egy kötényt, Fenek. Nehogy megint tragédia legyen. Radosnak kell jönnie, Rados óriási véd! Mekkora helyzet maradt ki itt a végén? Hát megint majdnem egy percen belül egyenlít a Birkir Kara. Hihetetlen, hogy nem figyelnek a borsodiak. Nikházi. Lassan letelik a jelzett 5 perces ráadás, de ezt talán még lehet engedni. Bacsa. Barci. Marjanovicnak ki, és középen Grumics és Bacsa. Marjanovic csinál egy cselt, ellövi fejbe Morénót. Elek. Nem tud szerelni Elek, és ezzel itt a találkozó vége. A Diósgyőr, ha nehezen is, de kicsikarta a győzelmet a Birkir Kara FC ellen. Egy hosszabbításban szerzett Félix Bacsa, Félix talán öngóllal, de talán itt lehet a leginkább látni. Jobban szépen megtolja kétszer is, lendít, és aztán... Hát ő is Puskás közösen, de én nem veszem el Bacsa Patriktól. Mondjuk azt, hogy a Diósgyőr fiatal támadója a győztes gólt szerzett. És ez pedig itt a végén egy óriási helyzet. Radosnak kellett védenie a csereként beálló Sziglóna lövését. A képernyőn a legfontosabb adatok. Barci góljával szerzett vezetést a Diósgyőr, majd Pici egyenlített, és a végén Bacsa eldöntötte legalábbis ezt a találkozót. Így 2-1-es előnnyel utazhat majd a Diósgyőr Máltára. Közben várom azt, illetve várjuk azt, hogy Tóth Bálint kollégámnak legyen majd egy interjú alanya, akár valamelyik játékos, akár Tomislav Civic. Minden esetre azt el lehet mondani, hogy a kelti ferencvárosi találkozó és ezt követő mérkőzés után is ez a máltai futball, hát nem tudom, hogy ezt tart előrébb, vagy a miénk hátrébb, minden esetre erősebb, mint amire gondolhattunk előzetesen. De a lényeg, hogy végül is 2-1-re tudott győzni a Diósgyőr. Szilics Tomislávnak gratulált Rados, és nyilván fordítva is, hiszen bár az első, tehát az egyetlen máltai gólban Rados benne volt, de itt a végén a hosszabbításában óriásit mentett, és nagyon-nagyon kellett az a bravúr, mert óriási tragédia lett volna, hogyha megint egyenlített volna a máltai csapat. Közben Tóth Bálintnak már riportalanya van. Nehezen, de összeszedtük a győztes gólszerzőjét, Bacsa Patrikot, hát gratulálok a gólhoz. Mi történt viszont a hosszabbítás előtt, a rendes játék 90 perc során, mert akkor nagyon nehezen ment a máltaiak védelmének feltörése? Volt, mivel teljesen munkákot játszottak, aztán már, mikor 11 ember volt a pályán, akkor is ugyanígy játszottak ellenünk, és ugyanígy álltak fel, tehát csak kontrasztok, és akkor is nehéz volt mit kezdeni, de szerencsére nagyon szép játékkal meg tudtuk szerezni a vezetést. Most sajnos kaptunk egy gólt, de tényleg ilyen benne van a fociba, úgyhogy menni kellett tovább, azt nem volt ez a kiállítás, és még nehezebb dolgunk volt, mert tényleg teljesen visszaálltak, de végig irányítottunk, és örülök, hogy sikerült megnyerni ezt a mérkőzést a gólommal. Mit gondolsz, összesítésben a te gólod akár érhet továbbjutást? Ez átszakíthat egy olyan gátat, hogy Máltán már azért magabiztosabbak lesztek? Igen, nyilván biztos magabiztosabbak leszünk, mivel nagyon fontos volt, hogy megnyerjük ezt az első mérkőzést itthon, mivel idegenben azért egy-egyen nehezebb dolgunk lett volna, mint hogyha kint lett volna döntetlen, de úgy gondolom, hogy kint is ugyanilyen nyírcsosakos játékot fogunk játszani, és minden megteszünk, ott is nyerni. Na, hát sok sikert kívánok, köszönöm szépen, és gratulálok a győztes gólhoz. Kedves nézőink, Tomislav Civic is itt van már mellettünk, és hát meg tudom kérdezni rögtön arról, hogy a mérkőzés előtt azt mondta, hogy nagyon motivált máltai csapatra számít, viszont mi történt az ön csapatával, hiszen 90 perc során azért nem minden úgy alakult, ahogy gondolom tervezték. Rögtön a harmadik percben már egy zúgó kapufa jelezte, hogy
az ellenfél tényleg motiválta, hogy ön gondolta? Hát azt, amit mondtam, hogy mában mindenki játszik a focit, az csak bebizonyított. Az, hogy türelem kértem a játékostól, azért, mert tudtam, hogy bunker focit fognak játszani, ami teljesen várható volt. És mikor rúgtunk egy gólt, akkor kaptunk egy pocsát. Ha nem volt ez, akkor biztos, hogy más, de ez a foci érdekes. És ezek harcoltak végig, de mink is. Túl elején még vagyunk. Persze, hogy ez a finomság még hiányzik, de csapat küzdött, hajtott végig, rúgtunk egy gól, 2-1. Van még egy mérkőzés, hát más lesz ott, ott neki kell jönni, és akkor majd meglátsunk, de amit mondtam, hogy egy jó csapatról van szó, az teljesen úgy volt, nagyon szervezett csapat, nagyon harcos, hát kell tanulni, és azt gondolom, hogy tovább fogunk jutni. Azt mondja, hogy a máltaiaknak kell majd jönnie a következő mérkőzésen, nyilván, mert most hátrányba kerültek. Ezek szerint könnyebb lehet az a mérkőzés, hogy nem bunkerfocira kell készülni a Diósgyőrnek? Hát nekünk nem kedvezmény a bunkerfoci, azt már tapasztaltunk itt is. És azt gondolom, hogy az lehet egy kis előny, azért, mert ha kinyitnak a terület, akkor nekünk több esély lesz. De győzelem az győzelem, és van még 90 perc. Mester, gratulálok, nagyon-nagyon szépen köszönöm az értékelést, és sok sikert kívánunk a folytatásra. Kedves nézőink, a pálya széléről egyelőre ennyit.